Hey PJ Squad, pár napja beszélgettem Viktorral streamen, és erről készült ez a videó. Elég sokat dolgoztam vele, szerintem egész jól sikerült, remélem ti is élvezitek majd. Még annyi, hogy ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, bár én ilyet nem szoktam kérni. A másik, hogy iratkozzatok fel, folyik most egy giveaway, aminek a linkje ott van a leírásban, amit sose olvastok el, most itt az ideje. Andrón is mystery boxokat lehet nyerni, 5-öt, ha pontosak akarunk lenni, szóval 5 nyertes lesz. Viszont, ami fontos, hogy 1050 YouTube feliratkozónál lesz csak sorsolás, úgyhogy húzzatok bele, nekem aztán mindegy, mikor sorsolom ki, de ez csak rajtatok múlik, úgyhogy jó szórakozást. Nem kell bemutatni, egy Fiutás Viktorral vagyok itt. Mint tiszteletbeli vendég megkapta a Grease sapkát. Filu összeöltözött a virág csokorral. True. TikTok pörög. Persze. De... Bécézés közben is. És mik a témák, amik neked jönnek föl? Mert nekem, hát Dórival nem szívesen nézem sokszor. Most már egyre több a lapozgatós féle, amikor van nagyjából egy 30 kép, és az utolsó kép egy nuc. Yes. Konkrétan csak ez pörög. Nekem még mindig vannak azok a két kép kockás, bikin is. Már jó, hagyjuk. Jó, a TikTokra legyen vele ennyit. Mikor nyit a kőbányai pálya? Igen. Laci tegnap is rám írt. Nagyon rá van izgulva a pályára. Soha valószínűleg. Úgy volt, hogy idén megnyitják, aztán én mindig csak azt hallom, hogy 22-es megnyitó nem lesz. Én is úgy hallottam legutoljára, hogy 22-ben nem nyílik meg, de hát reméljük a legjobb. Ha itt tartunk, akkor 2017 évvégére ígérték. Igen. Ahhoz képest nem vagyunk nagy csúszásba ezzel a 22 évvégével. És te mit vársz ettől a pályától, ha már egyszer megépül? Valószínűleg semmit, mert ki vagyok rúgva a válogatottból, szóval kívülről megcsodálhatom, lehet, hogy még a pályáról is ki vagyok tiltva. Belépővel csak beléphetsz, nem? Ja. Kirúgtak a válogatottból? Persze. Miért rúgtak ki? Nem vagyok túl együttműködő. Azt mondják. És a teljesítményemben is gond van. Ha neked gond van, akkor nem tudom ki van benn, de mindegy. Oké, haladjunk tovább. Milyen volt az idei év? Pro Cyclingon meg lehet nézni, kb. Semmilyen. Na, meg is nézzük. Nézd meg, kérlek, könyörgöm. Nem, a semmilyen év az nekem volt, aki nem ült biciklin. Hát, ugyanez. Jó, de hát na. Addig mesélje az Adriáról, az jó volt, vagy mi van? Többet vártam. És ők tőled mennyit vártak? Ennyit vagy többet? Nyilván többet, de ez is elégedett volt a vezetőség, viszont a tulajdonos vérfrissítés javasolt évvégén. Aha. Így 5-6-unkat lecserélik. Elégedettek voltak és elégedettem mondták, hogy viszontlátásra. Hát, rip. Szóval a 27 versenynap. 27? Ja. Nem 28? Nem. 27 UCI versenynap. Az nem sok, azért az Adria többet versenyzik, nem? Hát de. És mi történt? 12-en voltunk, egyszerre nem versenyzett két sor, egyetlen külföldiként én versenyeztem a legkevesebbet. Aha. És pályáztam? Egy pályaversenyem volt, ahol a torokgyulladással mentem el, amit jeleztem is. Ott nem is akartam rajtozálni, majd ott világkupa volt, és döntőkből bekvalifikáltam magamat a döntőbe. Uh-huh. Ott az eredmény az olyan lett, amilyen, semmilyen. Végig kerékpároztam betegen az egészet. Majd utána hazérve azt járt, még utána 3 napot Glasgow-ba töltöttem egyedül, mert törölték a járataimat, azt is egyedül kellett megoldanom, hogy hazajussak. És utána megkaptam, hogy a teljesítményem az konkrétan jó, szar volt, és ne. Többet nem kell jönnöm pályaválogatottként versenyre. Nice. Melyik válogatott volt ez pálya? Ez a pálya válogatott, ugye? Igen. Ez a pálya, az országútiban benne sem volt. Filu, tudom, nem vagy nagy kávés, de ki csinál jobb kávét? Jani vagy Ati? Nem vagyok nagy kávés, hát ma... Nem nagy kávés, ma négyet ma már hatot megint. Hatot, nem négyet. Jó. Akkor 6 lesz nap. Ki csinál jobb kávét? Igazából Ati csinált már nekem pár kávét, de Jani még soha. Most már itt majd... vagyok. Igen. Jani flettjén, szóval meglátjuk, hogy megkínál majd Filu, egy kávére. Miért használ befelé döntve a fékvázó karokat? Aero. Aero. Mert így fogod, nem így. Mint az idióta. Így. Igen, de hát előbb biciklizni kell megtanulni sokak szerint, és utána bedönteni a fékváltókat. Hát nem. Erről nem mi a véleményed? Hát szerencsére én megtanultam kerékpározni nagyjából egy éves koromban, szóval ezzel nincs probléma. Nézd már, az Erik is itt van. Persze, nincs jobb dolga. Csak legyen valami izgalmas, készíts egy cappuccinót, Jani.
Jó, egy kicsit később, majd a vége felé, vagy nem tudom. Pilu, magyar konti csapat érdekel? Nem, azoknak mindig rossz vége van. Ezt meg is beszéltük. Egyébként téged megkerestek, vagy ők, vagy te őket? Kiket? Hát az Eprince. Hát én megkerestem őket. És? Válasz nyilvános? Persze. Nincs helyem a csapatban. Csak fizetős hely maradt fenn, azt meg én nem vállalom. Érdekes. Engem nem keresett meg senki, de olyan szinten sem, hogy mi van velem, ennyit erre. Igen, szóval amit a Viktor is mond, ezek a konti csapatok Magyarországon sajnos a Pannonnál, meg az Utenszinornál is eddig azt láttuk, hogy mit láttunk az első évben. Első évben Habzsidőzsi, nem igaz, mert az első fél évben Habzsidőzsi, utána meg költségmegvonások, utána pedig önfinanszírozás félig. De mindegy, szóval eddig ez volt, most hát ha más lesz, reméljük, hogy más lesz, és hogy az Eprinex meg tudja csinálni, és tud valami olyat csinálni, ahova mehetnek majd a juniorok, 23-ba, de mostában azért tényleg az a trend, hogy ha juniorból nem visznek el minimum pro kontiba, akkor kis túlzással be is fejezheted a kerékpározást. Ami nem tudom mennyire egészséges, de egyelőre nagyon erre tart a világ. Fiú, milyen volt, mikor Jani 2019-ben a Pannonba igazolt, és már nem csak te voltál gluténmentes étrendre? A Szatmári Andris is azon volt. Igen, szóval, mindig ő már ott volt az előző évben is. Mindig díleltünk gluténmentes sütikkel. Hát Janiról annyit kell mondani, hogy párszor kellett neki hozni gluténmentes zabot, hogyha ő elfelejtett, és ennyi. Igen. De Viktor, hát jó. Ebben nem menjünk bele, hogy mennyire étkezik gluténmentes. Teljesen. Teljesen. Hát kijöjjön, amikor lecsúszik a sörike. Hát a sörike az más téma. Ma kitapasztaltam, hogy hány sört kell meginni ahhoz, hogy ne érezzem magam tőle ugyanolyan rosszul, mint ha mondjuk megennék egy fél kiló kenyeret, ami gluténes. Volt időm kitapasztalni, 16 óta ezt csinálom. Te Bergenben nem voltál, mi? Nem. De hallottad azt a sztorit, amikor laktózmentes palacsintát ett? Amikor üvöltve hánytál? Yes. Sírva üvöltve? Yes. Na szóval az történt, hogy lement a verseny, aztán volt egy szakácsunk, aki egy tök rendes nő volt, csinált gluténmentes meg laktózmentes palacsintát, és én valahogy így nem tudtam, vagy azt hittem, hogy ami laktózmentes, az gluténmentes is, aztán bezabáltam a laktózmentesből, és ennek estére már nem lett jó vége. Emellett még kicsit le is betegedtem, és nagyon szarul voltam. Pálinka gluténmentes. Pálinka az gluténmentes, az mehet. Meg ugye kb. Minden, ami nem sör. Meg gluténmentes sör. Hát a gluténmentes sör, de én azt se szeretem. Nem jó az íze. Filu, eddig melyik volt a legjobb bringád, amin a legjobban érezted magad? Hú, nehéz választani. Nagyon szeretem a diszkes fókuszomat, meg az idei basszom valamiért az nagyon-nagyon feküdt. Uh-huh. De ez diszkes fókusz, a diszk miatt. Uh-huh. Meg mondjuk annak valami hihetetlen jó gaúja volt. Engem már kérdeztetek, nem tudom ki kérdezte pontosan, de én is nagyon szerettem a basszót a Pannonban. De lehet, hogy az összefüggés van azzal, hogy érted így szezon vége felé úgy haladt a bicikli. Amit meg szerettem, az a BMC volt, meg a Cube juniorban. Ez nagyon jól hallottál. Ja. Az Androm és Botekiát az nyereg miatt az rip mindkét évben. Ja, várj, hogy a nyereg nektek meg volt kötve, és nem is se olasz. San Marco Celleita. Igen. Egyszer lecseréltem a nyergemet a Ferinél még 16-ba. Ja. És mondta, hogy ha nem cserélem vissza az eredetire, ami egy nagyjából egy 5 eurós nyereg volt, mondta, hogy nyereg nélkül megyek a versenyen. Ja. A Ferinél én sem mertem lecserélni, de ott is végig szenvedtem azon a kupa San Marcon. Fúj, de utáltam. Valamint, mint egy lovagló nyerekben ülnék. Cunego jó fej valóságban? Közvetlen. Nagyon közvetlen és barátságos. Azt először nem is gondoltam volna, hogy nincs az a sztáralűr, hogy... De most én erről nem maradtam, hogy ez... Nekem volt az edzőm a Cunego. 20-ban. 20-20-ban. Aha. Ő volt a Jotti edzője. Velünk töltött egy egész nem tudom hány hetes edzőtábort, és a legtöbb időt kb. Velem töltötte is. Nem pedig az olaszokkal, mert nem tudom, látott bennem valamit, mindig adta a taktikákat a edzésen, hogyha ilyen edzőversenyünk volt, uh-huh. Akkor majd most mit kell csinálni, akkor kire figyelj, aztán mindig mondta, ezt nagyon jól csináltad, és stb. Szóval egy jó fej volt. Aha. Mondjuk szezon vége felé is kicsit bele
kaksizott, szóval kevesebbszer válaszolt, nem nézte meg, hogy mit csináltam. Amúgy én nem tudom ezt hogy kell kiküszöbölni, de mindig kb. Az összes csapatnál, ahol voltam, mindig márciusban fúj, de meg kell rakni, ki motivált mindenki, és akkor vannak az OB-k, és utána a július, hogy mindenki, így, mintha nem is sportolnánk, így szélednek szét. Nem tudom, hogy ez miért van ennyire így, és minden csapatnál, kezdve az Androniktól a legamatőrebb csapatig. Ez velünk is így volt. Ja. És nem is tudsz ellen tenni. Ja, hát ez nem is így a sportolók hibája szerintem. Ati is egyébként erre panaszkodik, hogy ő se kapja meg ugyanígy az edzéseket. Ja, ilyen szinten. Persze, mondta, hogy ha ez így lesz majd a Jumbónál, akkor az első dolga az lesz, hogy a vezetőségnek szól, hogy már megint nem kapott edzést, de elmondta, hogy az edzésénél is napközben mondja meg neki, meg kérdezi meg tőle az edzője sokadik üzenet után, hogy akkor hogy érzed magad, hogy mit csinálj ma. Amikor már mondjuk végzett az edzéssel. Mint amikor a kisáronra annó ráírtam, napokig írogattam neki, hogy mi az edzésem, és mondta, hogy most nem tud válaszolni, mert a Szilágyi Áronnal éppen kondizik. Ja, igen, őt is edzette. Utána meg leszidott, hogy elmentem Atival úgy edzeni, hogy nem írt nekem edzést. Ja. Most mit csinálják, üljek a délután 4-ig otthon, amíg megkapom? Amúgy nekem meg mindig a szezon második felment jobban, hogyha tényleg komolyan vettem. Ugye a júliust úgy, amikor úgy kb. Mindenki pihent, akkor azt úgy megraktam, és akkor augusztus, meg így a szeptember, az úgy tud haladni. Szóval az nice. Tetkó check. Mutasd a tetkóidat. Ez volt az első tetoválásom. Ez egy villám. Ki kell menni a képből, mert refókuszál. A Simban volt a második. Nice. A Konoha jelen volt a harmadik. Az melyik? Ez. Kette? Igen. A Naruto-ból természetesen. Igen. Ez pedig Pain. Ez japánul, ugye Pain-t azt, aki tud angolul, le tudja fordítani. Pain, mint fájdalom. Ez pedig egy Oni Mask, ami egy japán harci démon. Nice, ennyi? Ja. Meg van egy olyan helyen, amit most nem fogok megmutatni. De közben a profiknál van olyan, hogy nem saját csapat márkáját használják, csak le van a márka satírozva. Pontosan, mert a profik tudják, hogy ezen kurva sok múlik, és nem biztos, hogy a fiziknek vagy a Selle Italiának van olyan nyerge, ami jó annak az embernek, és ennyi. Szóval ez olyan, mint a cipőkérdés. Csak az ilyen úgymond fél profi meg csapatok szereznek cipősponzort és kötik meg, szóval... Hát mert egy cipőt tudnak megszerezni, azt olcsón, reklám cserébe, meg hát, ja, de egy kis pénzért, amit utána eltesznek. A cipő is minimum olyan, mint a nyereg. Szóval abban is van olyan, amit valaki nem tud hordani, mert szar. Persze, hát én mennyit szenvedtem a Northwave-emmel a Jottiba. Volt, amit két dal betéttel kellett használnom, volt, amiből meg kellett vágnom a talbetétet, hogy legyen hely a lábomba, és két ugyanolyan cipőről beszélünk. Az egyik az vágott talbetéttel volt, a másik meg két dal betéttel. Lehet-e köze az elvi politikai vagy sportpolitikai hozzáállásotoknak az elutasításokhoz, az kimaradásokhoz? Úgy értem, hogy az adott aktuális kulcsemberekkel, döntéshozókkal nem sikerült kijönni. Míg másoknak esetleg ez simulékanyabban megy. Én ezért nem mentem annól az Androniba. Ja, hát szerintem mindenképpen benne van. Na, hogy is fogalmazzak? Hogyha valamit így el akarsz valahova jutni, akkor muszáj a jó emberekkel jóba lenni. Igen, de én ezt a fajta stílusot, hogy gyűlöltem azért simulni valakihez, hogy kap érte valamit cserébe, ez számomra ez egyik legundorítóbb dolog, hogy valakivel azért jó pofizol, hogy te utána kapjál tőle valamit, így hányok tőle. Ez elég publikus, hogy az Androidban én úgy kerültem, hogy először nem is engem akartak, hanem az Eriket meg a Dina Marcit. Én de tudtam, hogy Eriket meg engem. Mindenki. Ja, egyébként ezt a sztorit is mindenki máshogy meséli. Én sem tudom igazából, hogy hogy volt, de úgy tudtam, hogy őket akarják, de ők nem akartak menni, maradni akartak az EOLO-ban, gondolom, már ott be volt ígérve a Proconti, meg minden, és akkor valahogy lett ebből egy ember, és az én lettem. Nem tudom, hogy most a Viktor szóba került-e, én úgy tudom, hogy az utána következő lehetőség lett volna a Viktor, hogyha én nemet mondok, akkor Viktor mehetett volna. Én ezt a verziót tudom. Én mondjam az én verziómat? Felőlem mondja. Hungri után a Béláikkal tárgyaltak a Andronisok, és ugye akkor már a Marci alapból kométás volt, ő nem is volt szóba. Az volt szóba, hogy
én meg Erik Andróni, de akkor Béla kért volna azt hiszem valamit cserébe, mert mondta, hogy ez többet nem csinál meg, hogy ingyen elajándékozza a versenyzőket külföldi csapatba. Ez most nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy a hozzám odajött az egyik magas vezető szerepben lévő politikus a évvégi legjobb kerékpáros díját adón, és kezet fogott, hogy gratulál, hogy jövőre megyek az Androniba, és mindent megtesznek, hogy én jövőre ott tudjam folytatni. Majd én vártam a hívásukat, és utána csak láttam egy posztot, hogy elkerültél te az Androniba, és aztán raktam rá egy ilyen jó nagy like-jelet, hogy... Szóval ez februári, nem jött le ez a hír, de gondolom már előtte tudtál róla. Én meg éppen futárkodtam, aztán hívott a Zsolt, hogy akkor Androni úgy néz ki, összejön, beszéltem egy-két emberrel, aki ugye közel volt az Andrónihoz itt Magyarországon, és akkor én mondtam, hogy igen, ez volt konkrétan karácsony előtt két nappal, és akkor mentem. Illettem, pikpak, futárból, trokonti versenyző. Very nice történet. Na, de a lényeg, hogy ezt mindenki máshogy mesél, mindenki máshogy tudja. Senki sem tudja, mi az igazság. Mindenkinek más mondnak, amit hallani akar, vagy a menedzserem megint más mondott, a Mujo is más mondott, a Mujo meg a menedzserem szerint ők intézték, most már teljesen mindegy, és ennyit erre. De visszatérve a kérdéshez, mindenképpen van ennek sok köze ahhoz, hogy hol kötsz ki, illetve hogy mire viszed ebben a sportban, de most már annyira fiatalon elkerülnek emberek, és el kell kerülni, hogyha akarsz valamit csinálni, hogy most talán inkább a teljesítmény számít jobban, mint a kapcsolatok, hogyha tényleg sebülőben már széthajtod magad ahhoz, hogy juniorra már versenyeket nyerjél, vagy állandóan top 10 legyél, hogy elvigyenek. Itt most a Jumbo leigazolt egy 17 éves srácot, azt hiszem 6 évre. 17 évesen leigazolnak egy embert. 6 évre. Ki tudja, hogy 18 évesen azt fogja mondani, hogy nem akarok bicózni, tanulni szeretnék vagy más életet, vagy mondjuk elesik és le kell vágni a lábát, ne történjen ilyen, na, vagy megszűnik a csapat. Jó, azért csak nem, de tényleg elég szürreális, ami itt történik. És a Roglic 33 évesen már veteránnak számít, szóval 20 évesen nyerik a Grand Tourokat, meg 21. Meddig fogják folytatni ezek az emberek 27-8 éves korukig, az csak? Amíg a World Tour az abban fog állni, hogy igazából juniorra fognak versenyezni World Tour versenyeken, meg Grand Tour. Ja. Most is kb. Ezt látjuk. Fiú, szerinted Felipe tud amatőr versenyzői szint fölé lépni? Felipe egy nagyon jó készségekkel rendező. Látom. Szerintem ő lehetne egy jó ponti versenyző, mert alázatos és konkrétan mindent megtesz azért a sportért. Én nagyon szeretek vele edzeni. Nem csak azért, mert hasonlóan idióta, mint én, és az egész edzésünk a résztavokon kívül arról szól, hogy a hasizmunkat edzük a rögéstől. Van, amikor én se szeretek vele menni, mert mondjuk, hogyha kicsit lazább napon van, ő akkor is nyomja, de hát szerintem tudna szintet lépni, de hát hova? Sajnos ő is már idősnek számít, meg hogy kerülsz el egy itthoni klubcsapatból külföldre, vagy akár egy kontiba, hát bazi nehéz. Hát ő is volt a csapattársam 17-ben, Mugárész Veloki. Aha. Jó, voltál abban is? Persze, mindenhol volt, hol a Feri is. 15 után. Nice. Hány éves ő? 28, azt hiszem. 28, ja, szóval... Nem vagyok benne biztos, idősebb nálam az fix. Ha tényleg elb***t erős, már bocsánat a kifejezésért, akkor max egy ilyen itthoni, most már beszéltünk arról is, vagy esetleg valami kisebb külföldi konti csapatot lehet elképzelni ennyi idősen, de több már egyszerűen nem. Hát ez nem úgy van, mint külföldön, ahol van 10 konti csapat, 5 pro konti és 3 World Tour, és akkor elmész egy kermeszversenyre, ahol mondjuk látta a többi vezető, és akkor lesz szerződésed. Itt megnyerheted a amatőr kupa összes versenyét, meg nyerhetsz Turul kupát, meg megnyerhetsz mindent. Azért Turul kupát nem mindenki nyer, tegyük hozzá. Te nyertél? Dehogyis. Harmadik lettem egyszer. Itt kifigyel fel rád? Pista bácsi, aki biztosít egy korsó sörért cserébe. Kis Áron, neked is ezt mondta kifogásként? Nekem is. Nice. Lehet, hogy volt neki egy ilyen jegyzetfizetés, mindig csak Ctrl-C, Ctrl-V. Ja. Lankán is ki volt vágva az Ashworks cipő oldala. Ha, nice. Ezt nem is láttam, de azt látom, hogy a Cindy-t ezt nagyon sokan kivágják. Például a Tratnik is. Ja tényleg, a Tratnik is basszus, oda került a Jumbo-ba. Jó, hát persze, hogyha szlovén vagy, és a Roglic ott van a Jumbo-ban,
meg azért Trotnik vagy, aki már letett egy pár dolgot az asztalra, akkor persze mehetsz a Jumbóba 32 vagy hány évesen, vagy már lehet 33. Szarka Gerinek tényleg lapos kereket adtak fel a Jobtiban? Veled is volt ilyen? Lapos kereket. Defekteset kapott a V4 előtt, talán aztán ragaszthattak neki fel új szingót. Hát az, hogy én ott milyen kerekekkel mentem, azt én nem kommentálnám. Nekem például én vettem magamnak a Jottiban no diszkes kereket, hogy ne külső-belsőssel menjek, ami ugye nem tubleszeltünk fel, mert nincs hozzá tubless készletük, ezért vettem magamnak egy szingós versenykereket, és akkor a tarcsim volt a gyári DT kerék. De például én egyszer felütöttem a kerekemet, a kerekem az megrodgyant, majd utána másnap ugyanazzal a kerékkel versenyeztem, csak ragasztottak rá egy új szingót. Ilyenek voltak, persze, megesik. A Jotti az tavaly, az Conti volt. Minden évben Conti, az Conti, amióta a világ. Ez meg a másik dolog, amit már sokszor elmondtam sok platformon, és a kis G-vel is beszéltem erről, már és ő is egyetértett, hogy az, hogy Conti egy csapat, az nem jelent semmi. Egy rossz Conti csapat lehet rosszabb, mint egy jó klubcsapat. Ez biztos. Hát ha olaszokat nézzük, akkor biztosan. Sokszor így nem is érted, hogy miért lett ez a csapat Conti. Valószínűleg valaki nagyon jól járt vele, de egyébként dilettantiban lenne a helyük, sőt talán alatta. Még... alatta. Hallottam, hogy World Tour-ra már előre beállított biológiai profillal választanak juniorokat, akiknek a magas értékeivel így próként nem lesz gond vizsgálatoknál, persze ez lehet a Urban Legend. Ez igaz. El tudom képzelni. Pont azon gondolkoztam, ma jutott eszembe, hogy ma már annyira megosztanak mindent, mindenki, legalábbis úgy tűnik, hogy bárki felmegy bárhova és megszerzi azt az infót, ami nem tudom, egy 15 évvel ezelőtt így csak a legfelsőbb szintekig jutott el, és azon kívül nem tudott senki róla. Szóval ezen kívül biztos, hogy kell lennie olyan dolgoknak, ami conspiracy theory, ilyen urban legend, de lehet, hogy tök igaz, és mert egyszerűen ha mindenkinek ott van az info, és csak ennyi info van, akkor bárki lehet Pogacsár, bárki lehet bárki, úgyhogy valószínűleg, és most itt nem is a dopingról beszélek, hanem olyan dolgokról, amiket így nem mondanak el, nem tudom, újabb edzés. Nem csak az, hát figyelj, én 2017-ben mentem először GPS-es órával, ami mérte a púzusomat. Addig, jó, ez mondjuk gáz. Addig, de hogy? Hát nem volt pénzem. Miből vettem volna magamnak több százeres wattmérőt, a csapatom nem adott. Mágneses órával mentem, ketállyal, meg fogalmam sincs, hogy milyen mágneses órával mentem. És 17-ben ruháztunk be egy polár órára, azon volt... Polár. Molnár Gábor azt javasolta, akkor vettünk egy polár órát több százezer forintért, ami konkrétan semmit nem tudott, csak mérte a púzusodat, meg tudtál rajta lapot nyomni, hogyha megkocintottad, és az egyik versenyen azt hiszem 600 lapnál betelt a tárhelye, mert olyan rázos volt az út, hogy folyamatosan kocogott a kormányon. De nem konkrétan erről beszélve. Jó, de a mai juniorok miben ülnek fel? Wattmérő, olyan biciklikkel mennek már a juniorok, amikkel a World Tour versenyzők mennek. Ja igen, voltam most Debrecenben ezen a kis junior összetartás / edzőtáboron, és basszus, olyan bicókkal mentek a többség, hogy így csak így néztem. Hát jobb bicókkal mennek a csömörösök, mint most jelenleg ebbe az évben én. Hát pont a csömöröseket néztem. Ashworks disk. Quickstep levetett biciklije, meg Scott legcsúcsabb csúcs dolog. Nem azt mondom, hogy van itt pénz lóvéra, de van itt pénz lóvéra. De nem is az, hanem tényleg most már, ahogy mondtam, már vagy kétszer muszáj ezeket meglépned, ha akarsz valaki lenni. Hát aztán vagy finanszírozza neked a családod, vagy nem. És vagy befejezed junior után, mert onnantól kezd drágává válni a sport. Ja. Vagy találsz ezért egy csapatot, és akkor befektetésként gondolnak erre a szülők. Na jó, haladjunk. Stubán Feri most melyik csapatnál van? A Beltramina. Nem meg vannak vele elégedve. Mint DS, vagy mint... Director, persze. De mint director szerintem kevés ember tudja jobban csinálni a dolgokat, mint ő. Annyira összeszedett, hogy vannak már a gondolatok a fejébe, hogy egy jól működő csapatnál jól tud dolgozni, egy rosszul működőnél még nyilván, hogyha valaki stresszes, mert nem működik a csapata, nyilván másképp vál az egészhez. Aha. Filu, egy teoretikus kérdés. Ha Attit vonzotta volna az a csapat, ahol kapitányként számoltak volna vele, és elvileg vihetett volna embereket, akkor mentél volna vele szívesen? Ez egy, szerintem inkább egy
költői kérdés, vagy inkább ostoba. Persze, hogy mentem volna. Én nekem az a terve, addig biciklizek, amíg Ati akkor a király lesz, hogy azt mondja, hogy szeretném hozni egy haveromat. Hogyha tényleg ez így érdekelt volna, és igent mondott volna, vihetett volna téged? Fogalmam sincs. Olyan dolgokról beszélgetünk, amikről fogalmunk sincs, hogy... Ez így eszembe se jutott, szóval... Esélylatolgatások, nem tudom. Én így hallottam ezt a pletykát, hogy igen, volt egy ilyen, vagy nem tudom, ezt lehet nyilatkozta is valahol, nem? Hogy volt egy ilyen lehetősége is, hogy csapatkapitány és vihet embereket, de én ezt úgy képzeltem el, hogy nem tudom, hogy az FDZ-ből vihet embereket, nem úgy, hogy szól, hogy akkor a... haveromat hozzuk már át. Szóval szeretek vele bicózgatni, hogy vegyétek már felét is. Hogy a 16-ból akkor a Viktor... 7. 17-ből, sorry, a Viktort akkor hoznám ide. Ez nem is tudom melyik csapat. Ez melyik csapat volt szerinted? Fogalmam sincs. Talán, mintha az asztalát mondtátok volna, amikor erről volt szó. Na mindegy. E-doping top 5-10 World Tourban mennyire kivitelezhető? Hát, teljesen. Szerint... Mi? Szerintem teljesen. Én szeretném azt hinni, hogy nem. Pár éve azon az állásponton voltam, hogy amin a Viktor most, de te közel vagy a tűzhöz, úgyhogy mesélj. Meséltek, titoktartási szerződésem van, de láttam sok biciklit. Én már nem hiszek a csodákban. Vagy kiderül, vagy nem, én ezt mondom. Érdekes, nem tudom, észrevettétek-e, hogy ez körülbelül egy-két évig volt nagy izé, aztán most itt teljesen semmi pletyka vagy gyanúsítás nincs ilyennel kapcsolatban. Több az ellenőrzés. És ezzel el is kapnának embereket? Vagy? Szerintem, hogyha el is kaptak valakit, akkor azt is pénzért cserébe nem árulták el. Uh-huh. Ilyen lefizetésekről olyan sokat hallottam már. Uh-huh. Pályavb-ken, világkupákon, hogyha fizet egy nemzet több mint 200 ezer eurót, akkor nem viszik el az embereiket tesztelni. Ez is csak legenda. Külföldiek mesélték. Én nem tudom ezeket a legendákat, vagy teljesen igazak, vagy én nem tudom, ki találja ezeket ki, hogy... Én nem fizettem és elvittek, pedig azt tudom, hanyadik lettem. Ja. Nem ide kapcsolódó, de visszavon a Cole Bradley. Mit szólsz hozzá? Hát én sajnálom. Ja. Én kedvelem a Cole Bradley-t. Én is sajnálom. Nekem ő nagy... Ilyen, nem is azt mondom, hogy idolom volt, de szeretem ezt a fajta versenyző típust. Mm. Már amikor az EB-t megnyert, én annak nagyon örültem. Yeah. Utána voltunk, hát ő is Kanárin volt edzőtáborozni, és dumálgattunk egy kicsit. És teljesen annyira, hát én akkor még Jottisba edzettem, mert nem volt Adrián ruhám. És egyből elkezdett viccelődni, hogy miért viselem az ő színeit. Yeah. És mondtam, hogy haver, mondom, gondolj már bele, mondom, te viseled az enyémet, én voltam előbb izé. Aztán ott mentünk pár napot együtt, meg hívott minket koktélozni, és egy halálrendes fickó egyébként. Én reptén is összefutottunk úgy, hogy igazából hátulról meglökött, már úgy fordultam hátra, hogy most verekedni kell a reptéren, vagy mi történik itt. Aztán láttam, hogy ő az, és ott hülyéskedett. Sajnálom, hogy visszavonul ez az egész hertetek, amit kapott, ez nem tudom, szerintem ez... Hertetek, hallottátok? Heart attack. Én ezt nem is tudom, hogy fordulhatott elő egy ilyen World Tour csapatban, mint a Bahrain. Én ezt úgy képzelem, hogy normálisan kivizsgálják minden, nem tudom, negyed évben vagy fél évben, de hát... Jó, én azt hallottam, hogy beteg volt előtte. Ja igen, azt és... tudom, tüdőgyulladása volt előtte, úgyhogy gondolom, igen, lehet, hogy összefüggés volt a kettő között. Gondolom, gyenge volt még a szervezete, aztán meg lett egy második helyi egy elég komoly befutón. Ja. Kevés edzéssel a verseny előtt, nyilván teljesen megviselte, aztán ez lett a végeredmény. Zsiga, hogyha évközben kilépett az Adriában, nem ott volt, hanem a Ljubljanában. Adriában volt, a horvát Zsiga. Ja. A German Zsiga az a Ljubljanában volt, ő pedig befejezte a pályafutás. Hú, nem is tudom melyik versenyen volt az, hogy nagyon rosszul érezte magát, és utána még találkoztunk a bárba, én mentem fel a szobába, ő meg már ott koktélozott a barátnőjével, és kérdeztem, hogy mi lesz. Azt mondja, hogy ma DNF volt, és jövő héten meg már repülök a Sky-jal masszörként. A horvát Zsiga meg fél éves szerződést kapott idénre. Aha, olyan van. Hát, látod. Igen. És utána pedig a Mugerni, mert neki ő volt az edzője, azt hiszem. Ő átvette a Rinkovba. A German Zsigának meg volt még egy év idénre az Adriánál, de már tavaly. Androni.
hogy Androninál, de már tavaly évközben mondta, hogy ő ezt nem fogja folytatni, mert neki ebbe elege van, inkább elmegy a... Sőt, akkor még az UAE-nél volt lehetőség, mert én arról tudtam, hogy mehetett volna a Pogihoz, ilyen masször, meg ki tudja minek. Senior. Szörnyörnek, de senior. Hát végül is a Skyban kötött ki. És ott így masször, meg segítő. A számotokra ki a legszimpatikusabb World Tour versenyző a magyarok mellett? Legszimpatikusabb. Svagan. Svagan? Svagan. Mert Svagan. Yes. Svagan. Ja. Ezen régen nem gondolkoztam. Szerintem a Quickstepből senki. Geraint Thomas, nagyon bírom. Talán ő most. Még ki? Pitchfork. Én vele is beszélgettem már versenyen, és ott megkedveltem. Mit beszélgettél vele? Nem is tudom, valamelyik olasz egynaposon voltunk, talán egy pont prón, fogalmam sincs, még Jot is voltam, és ott lötyögött a mezőnybe, meg nagyon könnyedén mozgott, mondtam, hogy láttam a videót, amit nemrég posztolta, hogy egy óriási szakadékot beugrik közben, majdnem egy nyom egy kánkánt, és kérdeztem, hogy hogy, és azt mondta, hogy Big Boss, és akkor ettől megkedveltem. Nice. Pétert is kedvelem. Tavalyi pálya VB-n vele is összebarátkoztunk. Adtam neki egy sportszeletet, miután világbajnok lett. Na tessék. Én meg egy kulacsot cserébe. De sokan nem kedvelik Cobrellit és a Lamprey-t, vagy mi a neve, az egyik shady csapatnak tartják. Mondjuk én kedvelem a versenystílusukat. Hát, ja. Ők is így hirtelen nagyon elkezdtek haladni egy-két éve, aztán most megint egy kicsit így kevésbé, nem tudom. Elvileg Covid miatt kialakul a szívizomgyulladás, stb. Az sem segít a teljesítményen, ha túl hamar visszaül az ember a biciklire. Egyébként konkrétan covidosan görgőztettek ételért cserébe a Jottiba anno. Le ne menjen a forma a karantén alatt. Covidosan nem érdemes görgőzni, sem túl hamar nyomni. Pilu, próbáltad a CX-et? Szerintem lenne hozzá erőd. Egyszer próbáltam, a eredménye az lett, hogy ez a mutató ujjam után egy derékszögöt zárt be, mert telibe vertem egy kordont szemből, amit nem vettem észre. Igazából egy kanyar volt, csak hirtelen jött, aztán így alakult. Azóta nem ültem XC-bicon. Merre tovább, Pilu? Jó kérdés. Igazából nincs kedvem menni sehova, leginkább csak haza. Mármint, hogy nem, mintha nem érezném itt jól magamat, de... Köszönöm. Hosszú távú terveim azok vannak. Kétféle is, egyik a civil élet, a másik a kerékpáros. A kerékpáros akkor fog folytatódni, hogyha egy olyan ajánlatot kapok, vagy fogadnak el, ami megéri továbbra is, hogy az év 365 napját szenvedéssel töltsem, esőbe, hóba, fagyba, melegbe. Vagy ha nem kapok olyat, akkor pedig civil életet fog folytatni. És mikor lesz válasz, szerinted? Jó kérdés. Én is várom már. Nem ülök tűkön, mert nem vagyok túl motivált azért, hogy folytassam. Elég sok szart kaptam ebbe az évbe is, nem csak külföldről, hanem a nemzeti válogatottunktól, és teljesen úgy vagyok vele, hogy semmi kedvem ebbe a fertőbe tovább csinálni bármit is. Komolyan. Még mindig szerintem, most már kicsit kevésbé, de még mindig azt gondolják sokan, sok csapatnál, hogy semmiért oda mész, mert mintha az életed függne attól, hogy te folytathassd a biciklizést, de aztán elfelejtik, hogy valamiből meg is kell élni. Én konkrétan felhívott az egyik olasz Conti csapat, és mondták, hogy azonnal felvesznek, hallják, csapatot keresek, hogy ők nagyon szeretnének engem, és mindezért cserébe ők még fizetnek is, ezt kihangsúlyoztak, hogy még fizetnek is. Kérdeztem, hogy oké, mennyi? Mondták, hogy cinque cento euro. Én meg csak annyit mondtam, hogy no, grácia, és letettem a telefont. 500 euróért, aki elmegy kerékpározni, az vagy mondjuk juniorból jön fel, és tök jól jön neki 500 euró. Én amikor utánszíves voltam, 500 euróért embert öltem volna átvitt értelembe. Én annyit kaptam 2018-ban, az utolsó évemben a MyBike-ban. Aztán meg lecsaltak, aztán 1 millió mínuszba jöttem ki, de ez egy másik sztori. Szóval 500 euróért 2022-ben nem megy el senki biciklizni. Mit csinálsz 500 euróval? Civilben mivel fogsz foglalkozni, ha az lesz? Van egy csomó optionom, aztán majd a legoptimálisabbat fogom kiválasztani. Körül a márkaverommal szívesen dolgoznék együtt kertépítésbe, de csak mert kedvelem azt a, hogy is mondjam, azt a hangulatot, ami úgy körülvesz minket, amikor mondjuk melózgatunk együtt. Az nem is olyan, mint hogyha munka lenne, olyan, mint hogyha csak elmennénk ebben hülyeskedni. Ezt nagyon szeretem, de hát valami jövedelmező bizniszbe jó lenne belekezdeni. Van pár tervem is, de még semmi nem biztos meg official, szóval. I just wanted to say that I really miss the goat. Yeah, me too.
What goat? Kecském. Travis. Yeah, Travis. Travis a goat. És mi is lett vele? Elajándékoztam, mert nem tudtam etetni, mert az pont azután ajándékoztam el, hogy a szlovéneknél lesérültem. Akkor már több mint 45 kiló volt, 35 centis, 37 centis szarvakkal, egy agresszív, nem ivartalanított kecske, és volt egy rokkant karom, amit nem tudtam ugye használni, és egy kézzel kellett először is tisztítanom a almát, minden, hát az egész házatáját, ami nem volt egy könnyű feladat, egy kézzel, így december környékén, meg etetni a másik része az volt, hogy az etetés az mindig egy tortúra volt, mert imádott játszani, meg öklelgetni, meg bunyózni, és a kecskékről tudni illik, hogy ha ők kikotorják az ételt a tálból, a földről nem eszik meg. Most képzeld el, hogy viszel neki egy tál tápot, az egészet kidobja a földre, nem tudom mi az ára, ilyen pár ezer forintba kerül mondjuk egy adag, nem tudom leosztani, de így csak szórtam el a pénzt a földre, és a földről nem ette meg, és ilyen elkeseredésembe meg adtam, vagy hát hajlottam arra, mert egy ismerősöm barátja keresett fiúkecskét, mert neki lánykecskéi voltak, akartak sajtot, meg kiskecskéket, és feljöttek és elvitték. Ha. Sajnos. Good story. A little sad. Hát az hiányzik. De jól van, nem? Vagy hát, nem tudod? De már szoktak hívni, hogy mi van vele, mondták, hogy már nagyon nagyot nőtt, és hogy azóta megnyugodott, amióta vannak feleségei. Aha. Van egy fő felesége, van, akivel össze van nőve, aha, de mellette van több lánykecske is, akivel jól érzi magát, szóval megy a sajttermesztés, meg a gyerekgyártás. Ja. A szövetségben mikor veszik komolyan a dolgokat? Hát van, aki komolyan veszi. Ami a magyar bajnokságon volt, az is kriminális. Amikor még egy kulacsot se lehet szerezni, mikor erre még a túlókupán is figyelnek. Ja, pont együtt voltunk, mert ugye a Vermesel Zsombit is elütötték az OB-n. Aztán ugye volt egy ilyen indítvány, hogy változtassuk ezt meg, és akkor legyen teljes útzár, aztán voltunk együtt hárman a szövetségnél, és akkor beszéltünk, hogy ezt teljes útzárat nem lehet megoldani, de hogy legalább valami bizottság, aki átvizsgálja így az útvonalat, és akkor talán ebből a jövőre lesz valami, meg hogy egy olyan limitet kell beállítani, ami után mondjuk nem tudom, ilyen 5 perces főmező mögötti limitnél kiszólítanak egyszerűen, mert... Hát nem tudják biztosítani. Nem tudják biztosítani, és akkor kész, vége. Illetve jobban kell tájékoztatni mind a városban lévőket, lakosságot, illetve a biztosító rendőröket, meg polgárőröket, meg mindenkit, mert a Zsombi is mondta, hogy nem tudom hány másodperccel előtte zárták, a szökevénycsoport előtt zárták az utat, nem tudom, 20 másodperccel, aztán az nem elég. Itt most nem halt meg senki, de simán meghalhatott volna, akár több ember is szerintem. Ebben a szituációban igazából ja, szerintem csoda, hogy oké, lettek súlyos sérültek, mert a Oroszgeri is most épülget fel, meg talán most... Ja, a Oroszgeri megint ezt törte magát, szóval. Jó, igen, de... Még akkor is, hogyha a csávó volt a hibás, öreg bácsi, akkor sem volt teljesen jó, és szerencsére nem lett ebből nagy baj, de ha ez kellett ahhoz, hogy valami változzon, akkor ez kellett, és reméljük a jó irányba fog változni ez. Pilu, respekt az állatok, a kutya meg az egyebek miatt, mindig jó napom lesz, ilyen posztot látom. Nice. 23 környékén még érthető, hogy ingyen a lehetőséget elmegy valaki bringázni, de felnőttben azért már meg kéne élni valamiből. Erről beszéltünk eddig is. Azt is, ezt nem lehet ingyen csinálni. Lehet, hogyha van egy gazdag családod, és mindened megvan, de hogyha mondjuk te is a 17. kerületből jössz. Az egy kemény hely. Az egy kemény hely, az a más, az a 8. kerület a kertvárosban, az a kertvárosi gettó. Ott az életed fenntartásáért fizetned kell. Aztán vagy pénzt fizetsz, vagy... Vagy az élet. Mi kell, hogy rajthoz állhass egy OB-n? Licensz, kerékpár, bicikli, bukósisak, ezek kötelező. Ja igen, ez meg a másik, hogy lehet, hogy bevezetnek ilyen dolgot, hogy bizonyos kritériumokhoz lesz kötve az OB-n indulás. Kerékpár felszereltség. Ez még nincs teljesen lezárva, szóval még csak egy tervezet van. Fiú, apukád rekordját mikor döntöd meg? Jó kérdés, gondolkoztam rajta, hogy még mondjuk nem is lesz csapatom jövőre, de még vannak rövid távú céljaim, például pályóbén
indulni, ott minél több számot megnyerni, ahogy az utóbbi 5 évben csinálom. Talán új rekordot is összehozni, amit az utóbbi 5 évben csinálok. És hogyha megelégednek, vagy mondjuk, hogyha mondjuk nyerek pár bajnoki címet, mint nem válogatott, itt talán be tudok visszakerülni a válogatott keretbe pályán, ami hatalmas megtiszteltetés lenne. És talán egy a pályájában elindulni, mert a Bertold is szeretne a Madison-t menni. Ott jó lenne mondjuk még menni egy Madison-t, mert azt imádom, az egy káosz, és én imádom a káoszt. Egy nagyon jó versenyszámot még szeretnék indulni, és hogyha ott jó formában leszek, akkor hát január-február környékén én gondolkodtam egy rekordkísérletbe, apukámmal is beszéltem róla. Meg, de ez a stéheres rekord? Igen. Ez a legtöbb kilométer stéher? Nem biztos, hogy ez a legtöbb kilométer, de hát 500 kilométert ütöttem meg a leggyorsabban. Már motorvezetőkkel is beszéltem, és ők is motiváltak, meg az egyik legjobb motorvezető a világon, az most már ő szerintem jobban motivált, mint én. Már pályákat néz, hogy hol lenne jó megcsinálni. Nézegeti, hogy odajutást, hogy ott hol lehet aludni, meg versenybírókat is ajánlott nekem, hogy kik jönnének el. Szóval gondolkozom rajta, ne csak magyar legyen világrekordom is. Tesóm szakmunkás középsuliban szerzett ösztöndíjával fedezte az idei veronai versenyzését. De ha az elfogy, a családi kassa nem bírná, meló mellett meg nem lehet így. Átérzem. Az idei stéherebinet én is egyelőre saját pénzből finanszíroztam, és remélem, hogy abból visszalátok valamit, és tud segíteni a szövetség, de én is úgy voltam vele, mivel nem voltam válogatott így. Meg kellett oldanom magamnak mindent, meg is oldottam. Most lett egy negyedik helyem, hát dobogót szerettem volna azért elérni, de végül is nem kidobott pénz, de ja, ez megesik, hogy finanszíroznod kell magadnak valamit itthon. Yes! Sőt, most az egyik szövetségi, a pálya szövetségi megbeszélésünkön ott mondták, hogy ha vissza szeretnék kerülni a válogatottba versenyeznem kell, viszont ők segíteni nem tudnak, szóval akarok, akkor saját pénzem utazhatok. Természetesen a szövetség, és posztot is írtak ki a pályaválogatott csoportba, hogy a szövetség semmiben nem tud segíteni, maximum leszervezni az utazást. Szóval a pályaválogatott most mint utazási iroda üzeme. De tegyük fel, a pénz nem számítana, egyéb jövedelem, családi háttér, bármi, vagy csak kivesszük állam szinten is a pénz részét, olyan szempontból, hogy a kerékpárból kelljen megélni, ilyen esetben a jövő tervezés miben térne el nálatok? Kerékpárral kapcsolatos és versenyzés szinten. Már ezt újra kell olvasnom, meg kicsit én hossz. Én értem. Válaszolt, nem befizetném magam egy Procontiba vagy World Tourba és biciklizgetnék. Ja. Hogyha pénz nem számít, inkább menj el, tedd fel a piros hetesre a rulett asztalon, és akkor vagy megduplázod, vagy elvesztetek. Jó, de ha mindenképpen biciklizni, meg versenyezni akarsz, akkor gondolom, ez az út, hogy befizeted magad World Tourba, és kész. El vagy, amíg jól érzed magad, közben meg nem tudom, csinálsz valami bizniszt, side hustle-t. Kuszti nem kb. Ezt csinálta? Nem. Ő konkrétan abba hagyta volna 2018 végén, de elesett a csekörön a befutónál, aztán eltört a kulcsontja, és akkor ott vettek vért tőle, hogy tudják-e altatni, meg minden, aztán kiderült, hogy cukorbeteg, és mehetett utána a Novo Nordiskba. Nem így tervezte ő se, és ő aztán nem fizetett be semmit. Ne. Szóval ezt nem tudom honnan veszitek, de azóta is ott van a Novo Nordiskban, ha jól tudom. Ez egyik legjobb versenyzőjük. Ja, szóval sprinteren kívül. Ő megy ott kb. A legjobban, szerintem addig maradhatna ott, amíg szeretne. Jövőre is marad. Igen, jövőre még van szerződése, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Ő se egy mai csirke, ja. És mégis ott van. Amúgy, ahogy nézem, nála elég stabil a Novo Nordisk, idén elég jó helyeken versenyzett sokat. Hát igen. Minden évben. Ő az egyik legjobb versenyző ott, szóval. A Rebellin rekordjai veszélyben lesznek, a Kusztió érzi magát a ja, az lehet. De az még kéne egy 15 év. Ja, szerintem Kuszti elő fogja abba hagyni, mint Rebellin 51 évesen, de Omniumban nem gondolkodtál? Feküdne neked? Plusz abból könnyebb kijutni az olimpiára, ha egyszer lesz normális válogatott. Hát az utóbbi években én omniumoztam, mert én tudtam befejezni az Omnium versenyeket a magyar versenyzők közül egyedül, úgyhogy nem kaptam őrhátrányt, szóval nem szakadtam le a mezőnytől. Ehhez képest azt mondták, hogy a teljesítményem nem megfelelő ahhoz, hogy válogatott legyek, szóval gondolkozni. Persze, hogy gondolkodtam, eddig is mentem Omniumot, szeretem is, de hát mit tudok csinálni, most meg van kötve a kezem. Bertiben mekkora potenciált
láttok pályán. Nagy. Én nem ismerem. Nagy. Tavaly is csak ő volt az egyetlen ellenfelem az OB-n. Bocsánat mindenkitől. Ja, iratkozzatok fel YouTube-ra, mert... Így van, 1050 subnál Androni Mystery Box Giveaway. Az előbb azt akartam kinyögni, hogy nyilván a kevésbé kedvezőtlen anyagi viszonyok kerékpár szinten sok ember befolyásolnak, még ha szeretne is versenyezni, ami szomorú. Yes! Ezt jól leírtad, hát ez így van. Szóval... ez nem tudom mit hozzátenni, ez így van, ahogy leírtad. Ez mindig is így volt, sajnos a kerékpársport az egy kurva drága sport. Általában vannak a szülők, akik finanszírozzák, aztán meg... Önmagadnak kell. Aztán meg valahogy meg kell oldani, szóval... Hát én is a Jottiba dolgoztam a kerékpár mellett, tehát alkalmi munkákat vállaltam, hogy legyen pénzem mondjuk a törött alkatrészeimet magamnak finanszírozni, hogy legyen működő kerékpárom, meg táplálékkiegészítőre és stb. Szóval ruhákat árultam, volt ilyen, hogy úgy árultam ruhákat, hogy úgy írtam ki, hogy TB-re kell a pénz, és vitték őket. És ez szomorú, de ez van. Pilu, most mennyire fér bele egy kis kajabűnözés? Pölött chips vagy gumicukor? Tegnap mondjuk mind a kettőt ettem. Szóval belefér, pomberből találtam gluténmentes pombert. De az alapból gluténmentes, az krumpli. Igen, de van amire rá van írva, van amire nincs, és azóta én olyan chipseket válszok, mert tortillákat, amik gluténmentesek. Uh-huh. Tortillában nagyon jó sajtos tortilla van gluténmentes, szóval azok most pörögnek. Ez a chips, meg gumicukor, ezek meg bármi. Ez alapélelmiszer. Nem olyan, hogy nem eheted soha, meg semmi nem olyan, hogy nem eheted soha, csak ne áld az zabál, és kész, ennyi. Azért kerékpározok, hogy elsek ilyeneket. Így van. Miért hagyta idén ennyi magyar abba a sportot? Mi lehet az oka? Milyen sportod, attól függ? Nincs kilátás. Lett egy konti csapatunk, ami nem vesz fel új embereket például. Hova menjél? Nincsenek csapatok, nincs hova eligazolni. Rendeztünk egy Giro-t, de egy kerékpár csapatot nem tudunk összehozni, ami felvesz új embereket. Nincs jövőkép. Mehetsz egy Cube csömörbe ott. Walter Tibor feledz, mint a többieket, meg mint Atit, aztán meglátjuk, mi lesz. Nem? Ja. Nekem is felajánlotta, hogy ha nem lesz csapatom, mehetek a Cube csömörbe, havi 15 ezer a tagdíj, mondtam, hogy figyelj Tibi. Mehet ez a legjobb kiváltás. Ha akarod, akkor minden hónapban ezt a 15 ezer forintot előttetek égetem el, de inkább nem fizetek. De mondjuk ki hagyta abba? Én mondhatni, ki hagyta még abba? Nincsen kis magyar versenyzők, szóval. Igen, szóval nem volt kinek abba hagyni. Corbelli. Ha fejre áll, akkor volt már magyar bajnok. Az Air France-ben, aki ott volt, az ott is lesz, illetve még aki előző években ott volt, azokban is lesz ott, tudomásom szerint, de a film nem fér be. Ja. Tényleg, ti hány kalóriát és mennyi CH-t toltok egy verseny után pótlásképp? 300 g tészta, azonnal fehérje. Fogalmam sincs hány gram, mindig bekeverve kaptam, szóval nem tudom, hogy mennyi hány kanállal tettek bele. Hmm. De viszont nekem mai zémre csak én ettem gluténmentesen az Adriába, és nekem mindig külön csinálták, ugye a külön edénybe főztek mindent, és mindig rá volt írva hány gram tészta, hány kalória, milyen szószt tettek bele, szóval... Nice. De amúgy a versenytől is függ, szóval, hogyha 4 órás sík szakasz van, ahol 150 normalized powered, akkor nem kell 300 g tészta. Nem kell ez a bány. Pixi rohangálosnak jó moka? Yes. Persze. Amíg el nem ütnek a f***. Vagy amíg nem kell cserélni a tért kalácsodat. Ja. Hát én amúgy évekig azzal nyomtam itt Budapesten, de... És úgy, hogy volt első fékem, de aztán rájöttem, hogy nem kell ez nekem. Most csak magamat szopatom igazából, szóval... Inkább vettem egy cseppel friszkót. Ez nagyon jó. Kométa is a bálás olaszokat igazolja ahelyett, hogy magyarokat, akik be is jöttek eddig nekik. Erik és Marci is bevált. Dina, Dani is abba hagyta. Persze, ja. Abba hagyta. De Dani már tavaly abba hagyta. Vagy tavaly előtt. 2020-ban szerintem abba hagyta évközben. Igen, az OB után még elindult a Hongrin, ahol az első szakaszon leszakadt. Aha. Mert ott már fejben nem volt nagyon top, ő akkor lett második mögöttem az OB-n, és az, nem tudom, utána átértékelte az életét, mondta, hogy nincs kedve többet így szenvedni, és azóta egy menő bankár lett, a Wall Street farkasa, és sokkal jobban érzi magát elmondása szerint, de boldogabbnak is néz ki, azóta találkoztunk már párszor, beülni bárokba, és
és tényleg az nem egy megkeseredett kerékpáros látsz, aki sajnálkozik, hogy ma megint nincsen csapatom, üzé, nem ír vissza, ez meg az, hanem látsz egy boldog embert, vett egy jó motort, letette rá a jogsit, élvezi az életét, fiatal. És hogy miért nem magyarokat? Hát azért van két, vagy három, nem tudom hány, most talán kettő junior eolós ott a junior csapatban. Az elég nagyban a Dél Zsolt érdeme, hogy ők ott vannak, szóval... Az összes junior külföldi az ő is. Jaj. Szóval a juniorokat most eléggé segítette Zsolt, hogy kijussanak oda, szóval ez very nice. Ja, hát reméljük ők meg is fognak ott maradni, és mennek majd 23-ba, aztán meg a nagy csapatba. Például ez a Polnár Balázs, ugye kőbányás volt, egyszer csak így megjelent tavaly egy mátrai edzőtáborban a Speciál Viktorra, aztán így lerakott mindenkit, aztán idén már az EOLO-ban nyomja, szóval. Ha erős vagy juniorként, akkor el lehet intézni ilyen EOLO-kat, meg jó csapatokat, csak jól kell menni. Dina Marcira mit tudtok? Marad az EOLO-ban? Nem marad az EOLO-ban, de nem publikus, hogy hova megy. De mi már tudjuk. Mindketten tudjuk. Szerintetek a közelmódban elképzelhető, hogy rövidítik a távokat versenyeken, így a nagyobb tempó izgalmasabbá tenni a versenyeket, ami több nézőt vonzana? Rövidítenék idén a Hungrinak a 215 km-es szakaszára mentünk, 47-48, az egyik leggyorsabb vizét mentünk ott. Tudnak 48-as átlagot menni 215 km-re, akkor minek rövidítsenek, 70-nel nem tudunk menni. Nem fogják rövidíteni, nem lenne szerintem több néző, mert 200 helyett 150 a verseny. Arra van kritérium verseny, ott van a pályaverseny, azok rövidek és gyorsak. Mancs, ezt rosszul tudod, nem Epronex lesz. Hát szó volt róla, aztán lett egy jobb lehetősége. Na jó, bekapcsolom a kávégépet, amíg melegedik, addig még beszélgetünk. Mennyi komon van Stráván? Hát most ezt számolja valaki őszintén? Én mostában azt számolgatom, hogy mennyi komomat szedik el mondjuk robogóval meg vonattal. Volt egy nő múltkor, ment egy 200 nem tudom hány kilométert autóval, leszette a etyeki dombra izémet, komomat. Azt is, hogy utál. Mindenhol ilyen közúton 70-nel közlekedett, és oda kommenteltem, hogy vagy nagyon erős vagy, vagy egy gyors hajtó, és utána törölte is a... De nem is értem, hogy így robogóval miért nyomják a Stráván? Ja, hát az egyik ismerősöm mondta, hogy ő, hát úgy ismerősöm, hogy én nem ismertem, ő ismert engem, és találkoztunk valahol, és mondta, hogy olyan nehéz leszedni a komjaidat, mondom, hát ő meg edzek kemény, azt mondja, nem, van egy babettám, és mindig a te komjaidat próbálom leszedni, és úgy tesztelgetem a motort. Hát mondom, zseniális. Mikor szervezünk egy bringás berúgást? Hashtag off-season. Figyelj, Laci. Laci. Az elmúlt három hetem erről szól. Jó, nem teljesen, mert nem valamiért mostában nem bírok alkoholt inni. Szóval berúgni nem tudok tőle. Egy-két mondjuk koktél az, mert finom, az becsúszik, de rendesen berúgni már sajnos nagyon rég nem tudtam. Nem tudom, mivel öregszem. Jani, azt a holland palit elütötték, aki vitte a komodat? Nem. Majd hát gyakorlatilag elütötték, vagy inkább megütötték, de nem esett el. Gondolom láttátok a videót. Te tudod, miről beszélek? Nem. Rámed egy komodra, ezért ráküldtél valakit, hogy elüsse. Ez a Johnny Hogerland itt volt Magyarországon, és ahogy jöttek vissza, úgy látom, amikor már mentek vissza Pestre, egy Suzuki elb***ta. De megmutatom nektek is. Én ilyet egyszer láttam igazán, hát nem, többször láttam, amikor elmentünk a apukámmal, anyukámmal, meg még Isten nyugosztalja volt masszőrömmel együtt biciklizni, és apukám egy ugyanilyet védett ki, csak ő egy kamionnal. Szóval ő egy kamiont vállalt ugyanígy le. Tényleg, eljössz Magyarországra pár napra, és azonnal majdnem meghalsz. És kockáztas az életedet havi 500 euróért. Javult szerintetek a közlekedés morál 10 évvel ezelőtthöz képest? Nem. Egy kicsit javult, de szerintem nem sokat. Van egy jó sztorim pár napról. Na mondja. Mentem haza este, és jól ki voltam világítva, plusz egy olyan tanyabájkkal mentem, ahol mindenhol van fényvisszaverő, szóval a közlekedési szabályoknak teljesen megfelel, és a két lámpa
összértéke az kb. Háromszorosan meghaladta a kerékpárt, és egy 500 méterre a házunktól, hát én a főúton haladtam, plusz kerékpár felfestésem, és egy taxis nem adta meg nekem az elsőbséget egy kisebb útról, kijött elém, majd satúféket nyomott, mert ő egyből el akart utána kanyarodni balra, én őt kikerültem jobbról, mert volt még hely, és utána mondtam neki, hogy az anyukádnak nemes foglalkozása van, majd ő utána duddantott egyet, intettem, hogy jöhet, beszélgethetünk, utána elkezdett leszorítani egy csatornába, vagy ja, egy ilyen mély betonos csatornához elkezdett engem odatolni, közben kiabálni, hogy megöl, majd utána leszálltam a kerékpáromról, letámasztottam az út közepére, igazából eldobtam, és elkezdtem sétálni a taxis felé, hogyha meg akar ölni, akkor szálljon ki és öljön meg. Erre a taxis elhajtott, majd megfordult a főúton, és elkezdett felém hajtani, kikiabálva az ablakon, hogy most meghalsz. Én pedig, mint Jézus, így elkezdtem sétálni felé, hogy akkor gyere, ölj meg. Utána elhajtott mellettem, de hát, hogyha nem hajt el mellettem, elgázol, mert nem akartam félreugrani. Majd ezután hazasiettem, egy vascsőért, és visszamentem a találkozópontra, ahol utána leparkolt, utána már nem volt olyan motivált azzal kapcsolatban, hogy megöljön, amikor látott nám egy 40 centis vascsövet. Átlagos ketté után Budapesten. Igen. Így van. Külvárosban. Nekem is már az kevésbé durva, de a Blahalújzánál ott piros volt a lámpa, mentem a Rákóczi úton ki a keleti felé, lavíroztam az autók között a Friszkóval, aztán simán zöldre váltott a lámpa, mentem tovább busszal, ami biciklisáv egyben, aztán utolért az ötös busz, először is leszorított, kb. Ennyire ment el mellettem, a másik meg, hogy aztán meg épp eszébe jutott a napsütésben a szélvédőt mosni, úgyhogy, és amikor meg ugye megállt újra a busz megállóban, akkor én megint kikerültem, és mutattam neki, amit szoktam mindenkinek, ő meg természetesen visszamutatta a szokásos bemutatást, ami nem ez. Hát így elváltunk egymástól, de én nem is értem, mi volt a baj, mert én nem csináltam semmit, tudtam már, de valamit sérelmezett, úgyhogy very nice. A buszos sztorim legutóbb az volt, hogy engem is leszorított egyszer egy busz, majd ugyanígy rám mosta az ablakot. Azt szerintem az előzte meg, hogy egyszer, amikor én őt leelőztem egy megállójába, kidugta a kezét és mutogatott egy ilyet, és gondolom, nem tudtam, hogy értelmezni, hát azt hittem, hogy csak jó fej. És csináltam egy vissza egy ilyet, kikerültem, mentem tovább. Ezután leszélezett, kocsimosó, mondom, oké, következő megállóban megáll, vagy nem megállóban, pirosban megállt még az őrs előtt, megállt a pirosban, meg mellé álltam, zenét hallgattam, és trackstandeltem mellette, de én akkor már az autósávban voltam, ő meg még a buszsávban. És elkezdett kiabálni az ablakból, hogy mi a anyámat képzelek, hogy én őt feltartom a közlekedésben. Mondom, feltartom, hát mondom, egyszer kikerültem, utána meg átmentem az autósok sávába, mert nekem arra vezetett tovább az utam, szóval feltartásra szó nem volt, mert én értem őt utol, majd ő utol ért engem a pirosba, mert megálltam. Uh-huh. És akkor elkezdett kifelé kalimpálni hozzám a kezével, hogy ő engem le akar rántani a bicikliről, én meg kiszedtem a lábamot és mondtam neki, hogy húzd vissza a kezedet, mert eltöröm. Biciklis futároknak respekt, kb. Minden nap életveszély Pesten. Ja, mondjuk amikor én voltam egy hónapot, az viszonylag nyugis volt, de én így nyugis is vagyok, nem olyan, mint a Viktor sztoriai. Külültel, sokat szoktál zwiftezni? Szerintem nem. Nem. Sőt, szerintem egyszer se zwifteztem. A Garminnak használom, vagy a Taxnak használom a online versenymódját, az, mert Taxgörgöm van. Uh-huh. Zwiftezni nem zwifteztem, szerintem soha. Próbáltátok már a Rovit? Nem. De én úgy hallottam, talán a Jakab próbálta, és talán még szarabb az app, mint a Zwift, vagy valami ilyesmi. Be Cool volt nagyon gyatra, Ruby elmegy. Nem szeretem ezeket, én szeretem. Én kimegyek izébe is. Esőbe is kimegyek, ha úgy van, meg hóba kimegyek montizni. Görgözni, akkor görgöztem, amikor idén is vagy a jobb, vagy a bal vállam volt sérült, és akkor viszont jó. Akkor meg kicsit jó versenyezni, de tévére kirakni, soha mindig csak a telefonomat leraktam magam elé, vagy mondjuk lecelluxoztam a kormányra, és akkor ott néztem. Aha. Ezt még utolérem, ezt a srácot meg. De nem, én nem élvezem annyira. Minusz járdázó, volt futár és panda diákok, igen. Ja, hát igen, szóval a kajafutárok azoknak a 95-98%-a szörnyű, ahogy közlekedik.
De most amúgy feltűnően sokkal kevesebb a voltos futár, mióta nincs kata. Mióta nincs katázás. Régebben rendeltünk például voltról, és ugye késett nem tudom 20 percet, aztán kb. Fel se tűnt, hogy késik, de már jött a jóváírás, hogy itt van 1500 forintos kupon, most meg volt egy másfél órát várt itt a Dória pizzájára, aztán alig akartak valamit adni, meg tényleg így tűnnek el, eltűntek a voltos futárok. De amúgy szerintem egész jól lehetett keresni vele, amíg volt ez a kata. Nekem is a kata miatt hagyta abba ismerős yes. Nincs kata? Követitek Vázsony? Nincs fuvar se nagyon. Drága a házhoz szállítás. Bevallom őszintén nem követem Vázsony, de tudom, hogy most elkezdte a voltozást. És akkor ezek szerint fuvar sincs? Ez hogy lehet? Emberek most már vigyáznak a pénzükre, vagy nem? Mi van? Meg nem csak a szállítás, a termék árába is beépítették. 20-30%-kal drágább pandán, mint élőben megvéve. Yes. De akkor már inkább vedd meg a élelmiszerboltban, bár ott is drágább, aztán csináld meg magadnak, mert rip, tegnap, hogy milyen árak vannak. Tegnap 7000 forintot fizettem Foodpandán két üvegtésztás sima csirk és pattáért. Csak nekem drága egy 3000 forintos margarita pizza? Na, nem. Nem. Mindenkinek azt én úgy értem, hogy nem drága. Nem. Magyar utakon lehet biztonságosan időfutam pozíciót gyakorolni? Nem. Persze. Dehogy nem, hát fejleszti a technikai készségedet. Yes. De hogy ne lehetne? Nem. Hát, hogy lehetne? Hát miért szerinted mindenhol rossz az út? Nem az a baj, hogy rossz az út, hanem hogy félsz, hogy meghalsz. Dehogy. Hát nem tudom, én soha nem könyököltem be olyan simán. Valaki meg városba bekönyököl. Na az... Meg a Flóriánra könyöklővel megy. 4 évre töltendőt adnék azoknak. Ugye, most beszéltünk az illetőről. Milyen alkalom. Ugye? Nézzétek, milyen izmos a... Görcs! Vélemény a mókuskerekes versenyzők World Tour szerződéseiről. Nekem nem fér a fejembe, hogy a teljesítmény miatt igazolják őket, amikor igazából nem is tudnak kerékpározni. Kell az ilyen is. Szóval szerintem van ennek is helye, mert egyszerűen valaki... Frankenstein. Valaki nem jut el. Van ennek is helye, mert sokan nem tudják megmutatni a tehetségüket, meg erejüket. Szerintem... Hát nyerjen versenyt előtte, mert most itt vagyunk mi is, akik rátettünk több 10 évet, vagy de érted. És nem lesz belőle semmi. Szerintem nekem, meg neked is jót tett volna egy ilyen, ha egy ilyennel egy ilyet megnyersz, felfigyelnek rád. Az olaszoknak, akik valójában elég gyengék, viszont kurva jól tudnak versenyezni, azoknak szerintem nem kell ez, viszont például nekem, aki tényleg elég erős voltam úgy világéletemben, kisebb-nagyobb ingadozásokkal, szerintem pont jó lett volna egy ilyen, egy ugródeszkának. Grande motor. Így van. Gyártom itt az összeesküvés elméleteket, de lehet az Youth Money többet szól bele ebbe, mint a kerékpáros valódi tudása. Nem tudom. Befizessem magam Swiftre, Jani. 15 euró? Kinek van arra pénze? Zitnél, hogy ellenőrzik, hogy valaki dopingol-e? Hát meg, hogy hány kiló? Amatőr. Hát azért, mert nekem mondta Atti, hogy ő is volt ilyen Zip Challenge-en, és látta, hogy milyen paraméterekkel kerékpároznak az ellenfelei, akiket ő ismer, és volt, aki mondjuk beírta magát magasabbra és vékonyabbra, hát így nyilván könnyebb, mert ez simán lehet csalni, hát, hogy milyen, miket adsz meg, tudod manipulálni az egészet, hogy egyáltalán nem fel az egész. Hát igen, ezt valahogy ellenőrizni kell. Osborne mondjuk olimpiai ezüst volt evezésben. Persze, csak a pedált nem a kezével nyomja le. Láttál már evezős lábat? Komolyan, láttatok már evezős lábat? Egy ekkora hajóba kell beférniük. Mi ez? Táplálkozás mennyire fontos? Mire kell figyelni? Nagyon fontos. Hát 80% a az kaja. Az a legfontosabb. 80% a kaja, 10% pihenés, 10% PlayStation. Miből kell többet enni? Pizzát pizzával. Hát én pizza szerintem szezonban egy 2-3-szor eszek maximum, de mire kell odafigyelni? Hát jó zsírokat kell fogyasztani, nem kell túlzásba vinni a szénhidrátbevitelt, éjszaka mondjuk ne zabálj, hanem muszáj. Tök mindegy, mikor zabálsz. Nem, én például 7 után nem eszek, tudom, hogy ez elvileg egy hülye szabály, ahhoz képest mindig tudtam fogyni, hogyha 7 után nem zabáltam. Van egy jiu-jitsu bajnok, napi egyszer eszik, este csak pizzát és
tésztát, és neki működik. Hát tök jó, kivétel erősíti a szabályt. Napi egyszer eszik pizzát és tésztát. Szerintem én egy ilyen két nap után belehalnék ebbe. Minden csak megszokás kérdése. Ez igaz. Bolgár kaland. Mi volt ott pontosan? Bulgáriában kaptam egy olyan gyomorfertőzést, hogy 10 kilót fogytam, és egy hónap hányás hasmenés után az orvosok azt mondták, hogy a gyomrom teljesen tönkrement, és gyógyszeres kezelést kellett kapnom, hogy visszaépítsük a bélbolyhaimat, és azóta egyébként nem eszek glutén, mert ugye a glutén meg ezt rombolja. Ja. És azért eszek gluténmentesen, mert nem vagyok hivatalosan gluténérzékeny, viszont próbálom minél jobban óvni a gyomromat attól, hogy újra átéljem azt a két év rehabilitációt, hogy bármit eszek, vagy kifosom, vagy pedig akkorára puffadok fel, mint egy tején. Meg ott Bulgáriából egy autópályán összeroncsoltuk a saját autónkat, mert elaludt a buszsofőrünk, szóval ilyenek történtek. Állj fel, léci, mert... Verkeljek addig? Remélem, benne lesz. Most sem látta át. 10/10. Milyen készültél vicces dolgokkal? Hát veled készültem, az elég vicces. Jó, én mondjuk elég vicces vagyok, ez igaz. Elővenni súlyzókat gyúrni. Edzettem ilyen börtönösbe. Itt van ez a fukkandúr. Na, nézzük az öntést. Kókusztejből van, szóval nem számítok a legjobbra. Á, bro. Reménytelen. De legalább finom lesz. Életem egyik legrosszabb öntése. Hú, ezeket de szeretem. Na, ex. Grazie mille, amico mio. Mi van? Ez nagyon jó. Na hát! Hát, te jobb, na hát, jobb, kávét, kávét, csinál. Jobb kávét csinálsz, mint Ati. Jó, de az Ati most már volt a Madában, úgyhogy elárulok nektek valamit, de csak mert itt vagytok. Ő is meg van hívva, és az Erik is, egy újabb streamre, úgyhogy... Na többen meritek nézni, mint engem. Milyen kávéból készült a kofi? Casino Mokka Giraldo Kolumbiából készült a kávé. 17 gram, 34 grammos lefolyás, és kókusztejes barista tej. Nem sikerült olyan jól a habosítani. Dehogy nem, nézd meg. Teljesen kemény a habja. Hát ez a baj, hogy kemény a habja. Nem hát, ilyen... De a habosítás jól sikerült, meg kemény. Jó, de a latte art az nem ilyen hab kell. Kb. Ennyi volt a stream. Örülök, hogy ennyien voltatok. Bár nem nagyon láttam, majd utólag visszanézem mennyien pontosan. Hoppá! Ja, igen. Igen, ezt a fűzfalambrustól kaptam. Az szép. Szerintem ez az első képem együtt Tudival, ezzel a szörnyeteggel. Még a búcsú twerk, please. Nem. Pénzért. Pénzért. Kövessetek OnlyFans-en. Mind a ketten. Tverkeljünk mind a ketten. Mind a hárman. Mind a ketten. Megtanítsanak. Akkor egy búcsú twerket csak így nektek. Most te. Rendszerre. Na jó. Remélem mindent láttatok. Milyen jól csinálja. Mi volt az a derék? Yeah. Ez egy Twitch történelmi pillanat, Fiú 10/10, Jani 7/10. Na jó, köszi szépen, hogy lesz még hasonló mással is, esetleg a Viktorral is. Remélem élveztétek. Cipőcsek. Ma ebben érkeztem. Csak és kizárólag Jordan. Ez egy nagyon szép egyes Jordan, Várhegyi Beni barátomtól. Melyik volt a legszarabb bringád? Melyik volt a legszarabb bringád? Hát figyelj, a legszarabb bringám... Utelszéron Botekia. Nem, azt nagyon szerettem. Na jó, egy készfogás.